Sziasztok srácok, én Alcatraz vagyok, és ez itt egy vizsgás videó lesz. És itt van velem a vizsgáztatóm, Thomas Atlom. Hello, sziasztok! A másik vizsgáztató, Eddie Johnson. Ali. És az egyik igazgató úr, akivel már megismerkedhettek, Mitchell Robinson. Üdvözlöm a nézőket. Nos, vágjunk is bele a vizsgába. El is kezdődhet az IC része. Amíg elkezdődik, addig néhány OC információ magáról a vizsgáról. Ugyebár a vizsga az vizsga útvonalakon történik, 5 meghatározott vizsga útvonal van. Ezen 5 meghatározott vizsga útvonal közül kell a vizsgázónak egyet kiválasztania, és azokon a vizsga útvonalakon fog végighaladni, amelyiket kiválasztotta. Ugyanis egy vizsga útvonal 3 helyszínt jelöl, ezt a 3 helyszínt kell neki megközelítenie, pontosabban odaérkeznie. Pontosan ki vannak számolva a viteldíjak, tehát azt is tudjuk mérni, hogy esetleg hosszabb útvonalat választ-e a vizsgázó az eredetinél, tehát esetleg kerülőt tesz, ez is a vizsga elbírálásánál hibapontot eredményezhet. Edi, mit kell még tudni szerinted a vizsgáról? A vizsga során 3 szempontot veszünk figyelembe. A vizsgázónak a vezetési technikáját, aztán a tájékozódási készségét, pedig a CRESZ pontos ismeretét és annak betartását. Ezen kívül pedig fontos, hogy a vizsgázó hibátlan állapotú autóval jelenje meg a vizsgán, tehát semmi törött lámpák vagy defektes kerék, mert ugye a defektes kerék ugye az automatikusan megbukást is jelenthet. Ezen kívül a vizsga természetesen szúrópróba szerűen megy végbe, tehát aki az adott tanfolyam képző látja fönt az aktív taxist, és szúrópróba szerűen kiválaszt egyet, behívja a telepre, és úgy kezdik a vizsgát. Pontosan. És ugye természetesen vannak olyan jellegű hibák, amik azonnali megbukást jelentenek. Ebből 4 kategória van. Van, ha a vizsgázó veszélyhelyzetet, vagy akár balesetet okoz, akkor természetesen azonnali a bukás. Vagy ha az első 2 helyszínt, ugye a 3 helyszínből az első 2-t nem tudja, tehát a fontosabb helyszínek is nem nincs tisztában azokkal, akkor az is bukás jelent. Ha a vizsga közben lerobban a taxi, és ez a vizsgázó hibája miatt történt, akkor ez szint úgy. Az előbb említett 3 szempont közül, ha az egyikből több mint 8 hiba pontot gyűjt össze, akkor megbúcsúzunk a vizsgától. Így van. Még amit a vizsgáról egyébként tudni kell, hogy 1-től 4-ig terjed a minősítése. Ez azt jelenti, hogy van a jól megfelelt vizsga, a megfelelt vizsga, a nem megfelelt vizsga és a megbukottak kategóriája. Aki jól megfelelt eredményt ért el, az automatikusan egy rangemelést eredményez. Tehát, hogyha valaki aktív és emellett még jól megfelelten teljesíti a vizsgáját, akár 2 rangot is kaphat egy hét leforgása alatt. Annak kell a vizsgáját megismételnie, aki nem felelt meg eredményt ért el, aki pedig megbukott, attól pedig azonnal megválunk a frakcióból, tehát lényegében kirúgás történik, a tanfolyam vezető elveszi a kulcsát. Közben itt töltenek valamit felfele megint. Network Dory-ből van. Szerintem berakták a karácsonyfát. Jó, majd megnézzük azt is. Közben folytathatod az LP-t. Válasszak, aztán meglássuk, hogy még lesz az első útvonal, ami igazából nagyon izgulok. Remélem a fontosabb helyeket azért tudom. És ma pompampolnak. Be is töltött. Na, végre nekem is. Na hát akkor el is kezdhessük. Akkor csinálom IC. Jó. RP-zzük le, aztán mehetünk. Megtörtént már az útvonal választás, ezt nem figyeltem. Még nem. Ő most fog megtörténni. Ja, látom.
Enyém lesz a kettes, remélem szerencsét hoz. Hú, na. Kezdhetek izgulni. Még egy bidomba se izgultam még ennyire. Elértük ezt a pillanatot is. Na, mi lesz az első útvonal? Jajjaj. Afkolni egyébként a vizsga közben tilos, ugyanis az térkép használatnak minősül és 2 hibaponttal jár. Azért 2 hibapont az nem olyan kevés, főleg, hogyha 0-tól 4 hibapontig terjed a jól megfelelt kategória, 5-től 9 hibapontig a nem megfelelt, 10 hibaponttól 15 hibapontig a nem felelt meg, és 16 hibaponttól beszélünk bukásról. Na, akkor az első útvonalam a szépen blueberry. Ezt hál' Istennek tudom mondani. Közben megint töltenek. Hát a lag miatt remélem nem lesz probléma. Így van, egyébként a vizsga során a tanfolyam képző folyamatosan tanácsokkal látja el a vizsgáztatót, felhívja a figyelmet, hogy mikre kell fokozottan ügyelni, illetve milyen hibákat ne vétsen sohasem. Ah, igen, ez fontos információ. Tényleg feszült vagyok amúgy. Ha. Ilyen lassan mentem, én nem is mentem. Egyébként ti nektek hogy sikerült az első vizsgátok? Milyen érzés volt lerakni? Márknak van vizsga élménye. Meg nekem is van. Én azt hiszem... Ja, én kétszer vizsgáztam. Nem, egyszer vizsgáztam. Ja, nem, én kétszer vizsgáztam, ő egyszer ő... Azt hiszem 9 pontos lett, ami pont a nem megfelelt lett. Aztán amikor újra vizsgáztam, akkor pedig... 9 hiba pont az még megfelelt. Akkor 10, vagy 11. A valószínű, igen. Igen. Na és ő nekem, a második ugye az 5 hiba pont lett, ami pedig megfelelt. Jó, tényleg itt éppen, van hogy lecsúsztam a pláza. Éppen, hogy lecsúsztam a jól megfeleltről. Aha. Innen valaki kell kezdeni. Márkra emlékszem, pontosabban az Edire, hogy neki jól megfelelt lett. Az de eredmény. Nem áll most komolyan. Itt egy pici lag van. Hú, na innen kiketsz meregni. Ilyen lag mellett. Ja. Az egyik útvonalat hosszabb úton mentem, az volt az egyetlen hibám, nem? Én nekem azon bukott igazából a özött hiba pontos vizsgám, tehát azért nem lett jó megfelelt, mert amikor mentünk a faluba, már melyik falu is, ez most elfelejtettem. Palominóba, igen. Amikor mentünk Palominóba, elkeveredtem, és nem elkeveredtem, hanem úgy remélem, hogy el lehet menni az autópályára. Van egy ilyen átvezető út, de ugye nem volt, és a járdán átmenés is hiba pontnak számít, úgyhogy el kellett mennem teljesen megkerülni az autópályát, ahol vissza lehet fordulni, és ezáltal jócskán kimentem a megengedett limitből. Itt már tényleg össze van a megengedett. Tehát a tanfolyam képzőnek folyamatosan ezt írnia kell a vizsgázónak, ezzel segítve őt, illetve hát ebben az esetben a vizsgát is felgyorsítva. Fú, mindjárt megörül ez a trafi radar. Hát, kikapcsolom mindjárt. És hát azt nem lehet kikapcsolni, úgyhogy. Nem sűrűen járok egyébként Blueberry-be.
úgyis kell lesz majd mennem oda, elég sírjön már lassan. Lesz ez a TGF a Zehikizbe, aztán úgyis oda sokat kell lesz járni. Így van. Ilyenkor, ha a hibapontot lát a tanfolyam képző, akkor azt magának feljegyzi. Vizsga közben még, hogyha nem volt olyan egetverően nagy hiba, akkor nem tájékoztatja róla. Azért most a Thomas Atlonnak illet volna szólnia. Éppen írom még. Ja, jó van, akkor nem szóltam. Mit csináltam? Kíváncsi vagyok egyébként. Lév. Ez hány hibapont egyébként? Ez a kanyarodásnál vétett hiba. Na hát ez azt hiszem, nem tudom. Ezt majd vizsga után tudom megnézni, mert nem akkor hatok. Királyházni AFK-kol. De örülök neki. Ugye figyelnem kell a vizsgázók szemét. Amit tudni kell, hogy a vizsga az abszolút objektív szempontok alapján történik. Egy leírt egységes értékelőlapunk van. Úgyhogy szubjektivitásnak nincs helye. De meg is tudom neked gyorsan nézni, hogy egy ilyen hiba mennyit is ér. Nem tudom, hogy nem nagyon figyeltem, ugyanis... Melyik hibáról van szó, meg tudom mondani most? A külső sárból való balra kanyarodás. Három. Az jó. Azt majd gyakorolnom kell lesz. Várj, leírom egy papírra. Itt van előttem. Három hiba pont. Azt a rohadt. Ez egy kicsit sok. Igen, a Kressz az nagyon szigorú. Igen, azzal az a baj, hogy nincsen még egyelőre. Jogosítva. Legalább olyan szigorú, mint a tájékozódási készség, ami ugye a taxisoknál elengedhetetlen. Igen, minél hamarabb oda érjünk, és ne legyen ránk panasz, ezért... Azért meg is értem. De azért mindenki nem lehet taxis. Még itt nem vagyok biztos, hogy lehet 70-nel lenni olyan. 50-es nem. 70-es. Mint a gyerekeket hátul. Végül is ez már annak számít, itt le is raklok benneteket. Megérkeztünk. De még keresünk egy parkolót, nem már az is jó pontnak számolódjon. Tess tehát. Na. Akkor ide behajtunk. $100. Hú, nos, én lesz a második. Itt a limit $105 volt. Tehát tökéletesen teljesítette. Igen. Az első részét. Ez Jocó. Három hibapont, még hátra van kettő helyszín. És ugye ebből a kettő helyszínből az egyik még a könnyű helyszínek közé tartozik, hiszen az első kettő helyszín a könnyű helyszín, a harmadik a nehezebb helyszín. Természetesen ez a hibapontokban is úgy nyilvánul meg, hogy ha valaki az első kettő helyszínnél hibázik, akkor több hibapontot kap. Na de akkor folytassuk IC, és ugye a tanfolyamképző ilyenkor leírja a második útvonalat. Így csak mellékesen megkérdezném. Gondolom, így nem lehet megfordulni, hogy így elfordulok, hanem körbe kell menni. Igaz? Ez így mellékes kérdés. Mert igazából tényleg nincs egy jogosítványom. Játszott szinten, amit itt megtanultam a
GTA-ba. Megint indítsa már. Na. Fú, de izgulok, hogy mi lesz a második helyszín. Tudnom kell, szín, nagyon gyakoroltam rá pedig. És a nehezebb helyszín mi lesz? Olyan ember elkoronázt tudom. Új, új. Ez na, akkor mehetünk az elkoronára. Az igazából azt hiszem, hogy egy banda terület. Bandáznak. Ha jól tudom. Remélem, hogy jól tudom. Elég szép kis kocsim van, amúgy nem? Nekem tetszik. Mondjuk ez a spoiler nem illene le, nincs is rajta amúgy, de nem lehet leszedni se úgyse. Nem haladjunk. Ez a Mitchell segít itt nekem. Szóval elkorona, déli benzintől lefele. Hú. De tényleg el vagytok ott hátul. Jó, majd amúgy haveromat is kell ezt vizsgáltatni, azt már simán le is vizsgáztathassa. Általában megpróbálunk még mindenkit próbaidős rangon vizsgáztatni. És akkor kiszűrni, hogy ki nem illik ide, vagy ki az, aki nincs tisztában, hogy mi hol van, vagy a vezetési készsége nem megfelelő. Ja. Én is azt hittem, hogy először, amikor nem tudtam, nagyon megijedtem. Utána minden jó lett. Szeretem úgy ezt az RP-szervert. Róla túl tetszik. Tényleg olyan, mint egy másik élet egyébként. Szinte mindent tud csinálni. Meg most ez a vizsga is, amúgy tök jól ki van találva. Taxinál. Hát ez mit cselöttete volt. De nekem is tetszik. Szépen ki van találva, ez... Ez tetszik. Az igen, az ment, láttátok. Na. Elkorona. Kicsit azért életszerűtlen lenne, hogyha nem mérnénk föl ki, hogy vezet. Mondjuk ott az a bácsi az út közepén. Igen, az jó, el van. Sajnos nem néztem volna, mit csinált. Direkt elkerültem úgy a plázát.
Azt nem mondom, hogy azt fogod elpézni, hogy befosolod. Dehogy is. Szép lenne. Ez rohadt vicces lenne egyébként. Hát itt nem megyek le, mert... Inkább egyel arrébb. Hú, na remélem, hogy jól tudom, hogy hol van. Tudom, hogy ott van a déli benzinkútnál, mert sok embert vittem már egyébként oda. Úgyhogy pont kórháztól oda, meg a kikötőtől, meg a reptértől oda. Ugyebár tudnélik, ott szoktak általában hajót pakolni. Aztán, igen. Mikor kinyit vannak, oda kérik a fuvart. Úgyhogy ezt tudnom kell, mert oda szoktam őket szállítani. Legyek maga biztos. Legyen. Leszek. Tehát azt is tudom, hogy itt egy elsőséget adó lámpa van. És lámpa tábla. És meg is adtam az elsőséget. Nem lehet pluszpontot szerezni? Hát? Szeretnék pluszpontot szerezni. Nem fér. Mindennek mivel akarnál pluszpontot szerezni? Nem tudom. Korrupció nincsen, úgyhogy nem tudom, hogy mivel. Jön utánunk a csávó. Egyébként ma már egy páran felismertek. Igen? Elkezdtek szaladni utána meg kocsival ketten is. Azt hittem, hogy követnek. Tegnap este is olyan 2 óra fele felismertek, csak azok nem a jó szívűek voltak, hanem a rosszabbik. Ki akartak csinálni. Tehát... Vigyelek be teljesen az elkoronába, mert mondjuk GPS bejelzi, hogy elkorona. Végül is. Te gondolod, ott kell megállnod? Hát itt van az elkorona, de mondjuk lehet még lejjebb menni, mert ez az egész elkorona, úgyhogy megállok is. Ma is raklak. Még szokták bejebb kérni, attól függ, hogy van a házuk, de legtöbben ide kérik. Na most már lehet mondani, jól tudtam? És még ott mondjuk a délinél egyenesen letérsz, az ott az egész, az övé. Várjál, azt mondja a limit 112. Ja. Szóval igen. Akkor ezen is bőven vagyok. Ide szokták kérni egyébként a... Azt hiszem, hogy itt az olaszok vannak, vagy a... Nem az olaszok, hanem a... Na itt valamelyik olyan Peterson, mint én, olyan annak vannak itt. Azt érted, itt az egész az övék, azt itt szokták kérni mindig házakhoz. Igen, igen, itt egy... Ilyen jóféle banda van. Hát nagyon jó fej, úgy kezdtem a játékot, hogy egy valtonnal innen kiszedtek. Egy vadászpuskával. Hát, ugye az ő területük azért azt védik, tehát... Hát taxisoknak gondolom nem lőnek ki. Ki kapcsolgassa a rádiót? Egész jó limiten belül vagyunk, úgyhogy már csak a harmadik hely. Ezzel nem lehet plusz mutatni. Szokott a nehezebb lenni. Ugyanehhez... kevesebb hivapont is kapható, de majd meglátjuk. Azért most nagyon fontos lenne a Jocónak, hogy teljesíteni tudja annak érdekében, hogy jól megfelelt legyen aztán a vizsgája. De egyszer mondd, hogy olyan, amit tudok. Hát ez király. Várjál, nem? Verdant Blues. Igen, és jól írtam, jó van. És akkor most egy hiba pont én lehet segítséget kérni, nem? Erről soha nem Mark? Tessék! Egy hiba pont én segítséget kérni. Egy hiba pont a segítségére és harmadik helyszínnél? Tessék! Harmadik helyszínnél, hogyha segítséget kér valaki, az hány hiba pontot kap? Egy hiba pont. Értem. Inkább kérjen segítséget, mint csak találomra menjen. A sokkal rosszabb egyébként. Igen, az több hiba pontot ér. Igen. De ha nem tudom, akkor ez szívem. De mi lehet ez? Nem hallottam még erre, mondjuk oda még... Sose... voltam. Mondjuk AOC-ba írhatod, hogy mihez van közel. Majd segítek, egy dombról van szó. Ha nem, már pont ilyet